Ludas Matyi Volt egyszer egy asszony. Volt annak egy fia, Matyinak hívták. Hanem ez a Matyi csak nem akart használható emberré válni. Nem tudott azzal az anyja semmi pénzt kerestetni. Nem tudta napszámba eregetni, pedig már legény legényszámba ment. Inkább a kuckóban ült. – Nem dolgozom másnak – mondta az anyjának, haznoszogatta nem is csinált semmit, legfeljebb arra volt kapható, hogy őrizte a libákat. Tizenhat volt a kis liba, a két anyával meg a gúnárral együtt, tizenkilenc. A libák éppen akkorra növekedtek meg, mikor döbrögben vásár volt. Azt mondja a legény az anyjának. Anyám, én elhajtom most ezeket a libákat a vásárra, döbrögre. De az anyja. Hová hajtanád? Majd elkelnek azok itthon is. De a legény csak felcihelődött, hogy ő elhajtja a libákat a vásárra. Az anyja már nem ellenkezett. Sütött neki egy jó tepsipogácsát az útra. Ha már olyan mehetnékje van, hát menjen. A legény a három nagy libát visszaverte, a tizenhat fiatalt meg elhajtotta. Oda ér a döbrögi vásárra oda megy hozzá a vásárban Döbrögi úr, a város ura, és azt kérdi tőle. Hát, hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját? Ennek két Máriás párjaként az ára, és még az apámnak sem adom alább, mondja a legény. Ejnye, mondja a Döbrögi Döbrögi úr. Te huncut akasztó fára való, nekem a földes úrnak eddig sem szabta meg senki a portékájának az árát, de te sem szabad ám meg? Odaadod-e egy kurta forintért? Nem adom, két Máriás az ára, mondtam. Döbrögi úr mögött ott volt két katona. Rájuk parancsol. Fogjátok meg ezt az akasztani valót, és kísérjétek a házamhoz. A libákat is hajtsátok oda. Oda kísérték Matyit Döbrögi úr házához. A libákat ingyen elvették tőle. Matyira meg jó huszadötöt rávertek. Ez lett a libák ára. Azt mondja Matyi, amikor föltápászkodott a deresről. Jól van, de visszafizetem én ezt még háromszor az úrnak. Döbrögi urat elöntötte a méreg. Nosza mondja a legényeknek, fogjátok meg a huncutot, vágjatok rá még harmincat. Újra megfogták Matyit, lefektették a deresre, megint harmincat rávertek. Avval eleresztették. Kiment Matyi, most már nem szólt, de amit gondolt, az annál jobban a begyiben maradt. Eltelt néhány esztendő. Matyi szégyenében és mérgében világgá ment. De csak nem emésztette meg a mérgét. Visszajött hát a szülőföldjére. Még aznap mit hall? Azt, hogy új kastélyt csináltat a döbrögi úr. Felöltözött erre Matyi ácsruhába, úgy ment el a döbrögi úr városába. Az új kastély fele már készen volt. Az épületfák mind ott feküdtek a kastély mellett, szépen kifaragva. Matyi odament, méregeti a fát, mint egy ácsmester. Döbrögi úr meglátja, hogy valami külső országi ácsmester van az ő házánál. Kimegy, és kérdezi tőle, hogy kicsoda, micsoda is ő. Azt mondja Matyi, külső országi ácsmester vagyok, igen híres, mondhatom. Döbrögi úr mindjárt aggodalomba esett a kastély miatt. Megkérdezte. Jó lesz ez az épületfa? Azt mondja az ácsmester. Az épület az megjárja, hanem kár volna ilyen dibdább fával berakni, mivel ez nem erre való. Döbrögi úr gondolkodik, hogy hát mit csináljon. Azt mondja végre az ácsmesternek. Van nekem egy erdőm, szebbnél szebb fák vannak benne, ha ez nem rávaló, hát szebbet vágatok. Jöjjön ki velem, válassza ki! Mindjárt kiparancsoltatott száz fejszés embert az erdőbe. Ő maga persze hintóra ült az ácsmesterrel. Mennek ki az erdőbe, haladnak a sűrűbe. Bemennek oda, ahol a legsűrűbb. Keresi, keresi az ácsmester az alkalmas fát, hogy melyik is volna jó az épületre kijelölgeti őket, és nekiállítják a száz fejszés embert, hogy vágják ki a fákat sorra, És mennek bejebb, még bejebb. Végül elérkezik az ácsmester a döbrögi úrral egy mély völgybe, ahová a favágásnak még a hangja se hallik. Talált itt is egy alkalmasnak tetsző fát. Rászól az ácsmester a döbrögi úrra. – Mérje csak meg az úr a törzsét, alig, ha nem jó lesz ez is. Döbrögi úr átöleli a fát, hogy lássa elég vastage. Ezt várta csak Matyi. A fa másik oldalán egyszeribe összekötötte az úr két kezét zsineggel. A száját meg betömte száraz mohával, hogy a kiáltozást ne hallják. Aztán levágott egy hajlós botot, s addig hegedült vele az úron, amíg kedve tartotta kivette a zsebéből a libák árát, a maga zsebébe rakta, s indult. De még azt hozzátette, mivel az úr a némaságában is nagyon kérdező meregette és forgatta a szemét, nem vagyok én ács, hanem én vagyok Matyi. Emlékszik? A ludas. Az is leszek most már mindig, ludas Matyi, akinek erőszakkal elvette a ludjait, akit az úr fizetség helyett jól megveretett. Még kétszer eljövök, mert három visszafizetést ígértem, s két megveréssel adósa vagyok. Evvel ott hagyta döbrögi urat. A száz fejszés levágta a fákat, aztán elpihentek, és várták döbrögi urat az ácsmesterrel vissza. Elunta várni végül őket a százfejszés ember, hát elindultak láncba állva, mint mikor a vadászok nyulat hajtanak, és bekeresik az egész erdőt. Nagy sokára megtalálják Döbrögi urat, de az ácsmester sehol. Már-már aggódtak érte. Oda mennek Döbrögi úrhoz, hát látják, inkább a más világon van, mint az innensőn. Úgy meg van csépázva, hogy alig tud szólni. Nyögi inkább. Nem ács volt az, hanem a gazember Ludas Matyi, akinek a egyszer elvettem. De mikor volt az? Én már el is felettem, ő meg azt mondta, hogy még kétszer eljön és megver. Hazavitték Döbrögi urat lepedőben. Majd, hogy végleg meg nem kukult az ilyettségben. Ki sem kelt az ágyból. Leveleket küldözgetett mindenféle doktoroknak, hogy jöjjenek orvosolni. De semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. Egy pár nap múlva azonban Matyinak is fülébe jutott a dolog. Gondolt egyet felöltözött tudós doktornak. Kocsit fogadott, s elhajtott Döbrög városába. Megszállt a fogadóban. Ott egy kicsikét mulat, és beszélget, mint a féle külső országi doktor. Kérdi a fogadóstól. Mi újság másképpen ebben a városban? Azt mondja a fogadós. Nincs egyéb, ha csak az nem, hogy Döbrögi úr rémisztően nagy beteg. Ha akadna doktor, aki meggyógyítaná, igen nagy fizetséget kapna. Mondja erre Matyi, megsimogatva a fölragasztott szakállát. Én felmerem vállalni, meg is tudom gyógyítani. Megörül ennek a fogadós. Mindjárt üzentett fel Döbrögi úr házához, hogy van itt egy külső országi doktor, az mindenkit meggyógyít. Jöjjenek érte. Hintón mentek érte. Odalép a doktor a beteghez, Végig tapogatja, nézegeti, csóvágatja a fejét. Ránéz Döbrögi úr az ókuláris doktorra, s azt mondja neki lassú hangon. Ugye, nem bízik hozzám, hogy meggyógyulok? Az orvos nagyvártatva válaszol. Ha lehet, meggyógyítom. Megvidámult egy kicsit Döbrögi úr. Ludas pedig mindjárt tüzet rakatott a szakácsnéval, és fürdőnek való vizet melegítetett. Aztán mindenféle cselédet elküldött az erdőre, füvekért, gyökerekért. A háznál nem maradt senki más, csak Döbrögi úr, meg Ludas Matyi. Mikor a háznál levők mind eltakarodtak, Matyi elővett egy jó erős botot, s odaáll az úrhoz. – Most jön a kúra! – mondta neki, s ugyancsak megkúrálta. Az úr most beszélhetett volna, de rémületében most is csak a szemét mereztette. Nem vagyok én doktor, hanem ludas Matyi, mondta Matyi. Amennyi pénz volt a sublódban, meg az almáriumban, mind előszette. És elvette belőle a ludak árát. Aztán azt mondta. Már kétszer itt voltam, de még egyszer eljövök. A veréstől Döbrögi úr persze még betegebb lett. Hazajöttek a cselédek a füvekkel, gyökerekkel, de az úr csak nyögni tudta, amikor a doktor után kérdezősködtek. Nem volt az doktor, hanem Ludas Matyi. No, a sok pénzért csak eljöttek a doktorok, és akadt egy, aki valóban meggyógyította Döbrögi urat. Az ettől fogva mindig strázsáltatta magát a katonáival, nehogy hozzáférhessen a Ludas Matyi de lassan el is felejtkezett róla. Egyszer megint vásár esett abban a városban. Ludas Matyinak megint csak eszébe jutott, hogy újra el kellene már menni Döbrögi urat megkeresni. Lókereskedőnek öltözött, szerzett magának egy jó lovat, és így ment el a vásárba. Odaállt ő is a többi gazda közé, és árulta a lovát. Amikor eladta, tovább ténfergett, nézelődött a vásárban, várta az urat. Egyszer csak hallja, amint az egyik ember dicsekszik azzal, hogy az ő lova a legjobb futó ló a környéken. Ludas Matyi odalép, és azt mondja annak az embernek. Igazán, mert én épp olyan lovat akarok. Megveszem, ha megteszi oda a próbafutást úgy, ahogy kívánom. Az ember ráállt, azt mondja, megteszem. Nohát, mondja Ludas Matyi, álljon ide a lovával az útra, üljön föl rá, s ha majd Döbrögi úr jön a hintóval, akkor kiáltsa el magát, hogy én vagyok Ludas Matyi, hanem aztán vágtasson ám, mert különben eloltják a gyertyáját. Az ember erre is ráállt. Ki is mentek két órakor a város végére. Akkor érkezett Döbrögi úr a hintón. Az ember odalovagolt a hintóhoz, elkiáltja magát. Én vagyok Ludas Matyi! De aztán jól megcsapkodta a lovát. Hamar mondja erre Döbrögi úr. Fog ki kocsis a lovakat utána, aki elfogja a gazembert, két aranyat kap, menjetek mind! A kocsis hamar felült az egyik lóra, a hajdú a másikra, utána eredtek. Döbrögi úr maga maradt a hintón, onnan nézte az üldözést. A Ludas Matyi akkor szépen melléje állt, és csendesen oda mondta neki: Nem az volt a Ludas Matyi, hanem én vagyok az. Az úr majdnem ájult a nyeklet vissza az ülésre. De Ludas Matyi csak megadta neki a harmadik részletet is. Aztán a ludak árát megint kivette a zsebéből, és megmondta neki, hogy ez volt az utolsó. Azzal Matyi eltűnt, és egy más tájon telepedett meg. Ott vett magának feleséget, s még ma is él, ha meg nem halt.